Szia, Géza! Szia, Tütü! Mesélsz valamit? Persze, hogy mesélek, azért jöttem. Jó, akkor... Milyen mesét szeretnél hallani? Várj, gondolkodom picit. Autósat? Autós mesét? Autós Na jó. Mesét. Nézzük a meséskönyvben, hogy van-e autós mese. Én úgy emlékszem, hogy lennie kell. Azt mondja, hogy van-e egy itt a fűnyíróról, autóért, nem? Nem. Azt mondja a fűnyíró, nem. Hőlégballonról. Most arról sem. Most arról sem. Autó. Traktor, az sem autó annyira. Itt van egy. A varázs autóról. Mit szólsz, Tütü? Jöhet? Na jó, van akkor. Lipcsei Balázs, a varázs autó. Egyszer volt egy kisfiú, akit Balázskának hívtak. Nagyon szerette az autókat, és mindent, aminek kereke volt. A szobája tele volt többféle fajta és többféle színű járművekkel, amit ő nagy becsben is tartott. Ennek ellenére bárki megkérdezte, mit szeretne ajándékba, ő mindig azt felelte, hogy autót. Fel is adta a leckét mindenkinek, hiszen nem tudták, hogy milyen járműve nincs még Balázskának. Egy szép napon anyukája kézen fogta és azt mondta. Balázska, elmegyünk a boltokba vásárolni. Gyere, öltözzünk fel és induljunk. Balázska szépen sétált az anyukája mellett, és az úton minden autót alaposan megnézett és megcsodált. Arra gondolt, hogy milyen jó lenne olyan nagynak lenni, hogy egy igazi autót vezethessen, és végre ő is átélhesse a vezetés örömét. Képzeletben autójával repült a fellegekben, úszott a vízen és a víz alatt. Nem volt számára lehetetlen, szárnyalt a fantáziája, amikor anyukája hangja visszarázta a valóságba. Kisfiam, mindjárt odaérünk. Ne felejtsd el a szabályokat. Ha belépünk a boltba, illedelmesen köszönj. Nem nyúlsz semmihez, de nézegetni szabad. Ne menj tőlem nagyon messze. Maradj a közelemben. Balázska puzgón bólogatott, és igyekezett anyukája szavait betartani. Ahogy beléptek a boltba, illedelmesen köszönt, és nem nyúlt semmihez. Csak nézegette azt a sok-sok színes csomagolást és tárgyakat. Akkor vette észre, hogy az anyukája egy játékboltba vitte. Tátott szájjal nézegette a polcokon sorba rendezett játékokat, míg egyszer csak az autók elé nem ért. Itt megállt, és kerek szemmel nézte a különböző formájú és fajtájú járműveket a színskála több színében pompázva. Volt ott piros, kék, sárga, zöld, barna, fekete, fehér. Ahogy ott nézegette, egyszer csak azt vette észre, hogy az egyik polcon a sor leghátulján villogott valami. Először csak egy picikét. Balázska szeme csak egy pillanatig figyelt oda rá, mert annyi szebbnél szebb autó volt egy kupacban, hogy a szeme nem győzte kiválasztani a számára a legszebbet. A villogás újra előjött, szintén a leghátsó sorból. A kisfiú oda nézett, de megint nem látta, hogy mi volt az pontosan. Az a valami pedig egyre többet villogott. Ekkor már látható volt, hogy egy pici kék autó villog a fényszórójával. Szegény teljesen elbújtatták a többiek, akik csillogóbbak és fényesebbek voltak. Ahogy Balázska nézegette a villogó autót, égtelen nagy sziréna hallattatta magát, amire a kisfiú kénytelen volt befogni a fülét. Az anyukája és a biztonsági őr már ott is voltak mellette, amire még jobban megijedt a gyermek, és odabújt anyukájához. Szipogva mondta. Anya, én nem csináltam semmit. Én nem nyúltam semmihez. A biztonsági őr is kereste, hogy honnan jön ez a sziréna hang, mire rájöttek, hogy a kis autó hallattatja hangját ilyen erősen. Ahogy megszüntették a hangforrását, a kisfiú is kibújt anyukája öléből, és odament a biztonsági őrhöz, akinek a kezében volt a kis autó. Balázska újra azt látta, hogy a kis autó megint kacsint rá a fényszórójával. Ekkor így szólt az anyukájához. Anya, én nagyon szeretném ezt a kis autót. Ugye megveszed nekem? A boltvezető néni látta a kisfiú és az autó ragaszkodását egymáshoz. Ezért így szólt. Kisfiú, ez az autó már nagyon régen itt van nálunk. Én odaadom neked ajándékba. Mert látom, ti nagyon ragaszkodtok egymáshoz. Én még ilyet nem láttam, hogy egy autó válassza ki gazdáját. De itt most ez történt. Azzal kivette a biztonsági őr kezéből a kis autót, és odaadta Balázskának, aki boldogan szorította magához.
A kisautó is boldogan simult a kisfiúhoz, és örömében tülkölt egyet. Autókázunk egyet? Kérdezte a kisautó. Hogyan hisz, belét sem férek, válaszolta Baláska. Menjünk ki az utcára, súgta az autó. Baláska kiment az utcára, ahol letette az autót a földre, és láss csodát, egy igazi autó lett belőle. Szebb nem is lehetett volna. Baláskának nagyon megtetszett, és már szállt is be a sofőr helyére. Amit már ezerszer elképzelt, azt most igaziból átélhette. Mintha mindig autót vezetett volna. Úgy kezelte a műszerfalon lévő gombokat. A kis autó pedig boldogan vitte kis utasát a városból ki. Erdőkre, mezőkre. Jártak a fellegekben és az óceánokon. Találkoztak nagy hajókkal, bánákkal, cápákkal, delfinekkel, madarakkal, repülőkkel. Azt a boldogságot csak ők érezték, hogy így egymásra találtak, és ezentúl mindig együtt töltötték napjaikat. Ha kellett, pici játékautó lett a kis járműből, de ha úgy volt kedvük, akkor igazivá változott, és kalandokkal teljes napot töltöttek el együtt. Hát vége a mesének, és úgy látom, hogy Tütű már el is aludt, szóval szerintem ti is aludjatok, gyerekek. Jó éjszakát!